Köszöntjük a videoblog nézőit a Sátoraljóújhelyi Várból. A régészeti feltárás mellett hosszú idő óta akut feladat a területnek a rendbetétele, a folyamatos karbantartása, ami legalább annyira fontos, mint maga a régészeti ásatás, különös tekintettel arra, hogy a vár bizonyos területe már turisztikai célpontként is számba vehető, bár ezt nagyon még nem reklámozzuk, de egyre többen keresik fel a Várhegyet. Nagyon fontos, hogy egy rendezett környezetet találjanak itt. A hegyi várak esetében mindig nagy kihívás a terület karbantartása. Itt hál' Istennek több olyan önzetlen segítséget kaptunk az elmúlt napokban, hetekben, aminek az eredményeként sikerült rendezni a teljes területet. A vár körüli sétány, mint egy 300 méter hosszú szakaszának a gazdalanítása, az itteni virágszigeteknek a kitisztítása és magának a kavicssal szórt sétánynak a rendbetétele megtörtént. Nagy köszönet ezért a Zemplén építő és gépészeti Kft.-nek, aki vállalta ezt a munkát. A Várhegyre felvezető lépcsőnek a kitisztítása a Rákóczi tábornak és rendezvényközpontnak köszönhető. Nagyon hálásak vagyunk ezért a önzetlen segítségért. A Várhegy platóján pedig most már harmadik hete zajlik a területnek a tisztítása, ami hát részben a szemét szedése, részben pedig az invazív gyomoknak az eltávolítását jelenti. Ez a munka most már néhány napon belül lezárul, és ezt követően ismét a régészeti feltárásé lesz majd a főszerep. Várhegy platóján a már feltárt területeket is elkezdték visszafoglalni a különböző gyomfajták. Ezek közül van egy pár olyan, ami talán szemre is tetszetős, a körülöttünk lévők viszont nem ebbe a körbe tartoznak, úgyhogy ezeket gyökerestől kihúzzuk, és hát látható a mögöttem lévő hatalmas kupacon, hogy mekkora mennyiségben került eltávolításra a Várhegy platójáról a gyomnövényzet. Ugye a vadászatokon szoktak olyan terítékeket csinálni, ahol a lőtt vadakat teszik közszemlére, nekünk kicsit ilyen ez a hatalmas kupac, ahol az eddig kihúzott gazokat gyűjtöttük egybe, aztán majd ezeket komposztáljuk. Arra buzdítjuk tehát önöket, hogyha még nem tették, akkor keressék fel a Várhegyet, a panoráma továbbra is örök, és kövessék nyomon a várral kapcsolatos híreket, videoblogunkat, és iratkozzanak fel a Kazinczy Ferenc Múzeum YouTube csatornájára. Nagyon köszönjük a figyelmüket!